Új videoklipet kapott az Obituary zenekar, ami önmagában véve mondjuk egy alaphír, viszont attól extra ez számunkra, hogy mindezt Magyarország egyik legtehetségesebb grafikus művésze, Gróf Balázs követte el, aki egyébként képregényei kapcsán az elmúlt két évtizedben igencsak lerakta névjegyét a magyar popkultúra asztalára, hogyha ilyen tényleg kacifántos körmondatokkal és szóvirágokkal kellene vázolni a te munkásságodat. Szevasz! Hello! Nos, hát videoklipben azért erősen otthon vagy, hiszen a Blind Myself, a Junkies is kapott egyet-egyet, illetve ugye a Rock Marathon Fesztivál pedig konkrét image kampányát köszönheti neked. Mennyire általános az, hogy téged nemzetközi vagy hazai szintéről felkérnek, hogy figyelj, rajzoljál már nekem egy videoklipet? Hát nézd, általánosnak talán semmiképpen nem lehetne nevezni, mert azért egy videoklip egyrészt legalábbis egy animációs klip, egyrészt elég sokáig készül, másrészt pedig az utóbbi években talán nem a legkedveltebb klippes stílus ez, legalábbis a hazai előadók ízlését elnézve. Talán ennek is köszönhető az, hogy most végül is az utóbbi években egy amerikai, és hát egy számomra nagyon kedves zenekarnak csináltam klippeket. Nos, az Obituary egyébként hogy jött? Ők kerestek meg téged, hallottak rólad, látták a munkásságodat, vagy te kopogtattál náluk? Hát végül is azt lehet mondani, hogy ez bizonyos értelemben egy kopogtatás volt, hiszen ők ott Floridában valami keveset hallhattak rólam, de egyébként ennyire nem egyszerű a sztori, mert az történt, hogy valamikor 11-12 évvel ezelőtt én írtam egy e-mailt a zenekarnak, már meg nem mondom, hogy milyen ügyben, szerintem kb. Azt akartam tőlük megkérdezni, hogy mikor jönnek legközelebb mifelénk játszani. Ez ilyen 2004-5 környékén lehetett, és ezt az e-mailt egy fans@obituary.cc címre küldtem, tehát magyarul a rajongók számára fönntartott ilyen hivatalos e-mail címre, és hát a legnagyobb meglepetésemre maga John Tardy válaszolta meg ezt az e-mailt, amit küldtem nekik, aki ugye a zenekarnak az énekese, és utána még váltottunk egy-két levelet, mert hát én nagyon megörültem ennek a ténynek, hogy maga az énekes ilyen jó fej, hogy válaszoljon a rajongói kérdésekre, és aztán újabb néhány év elteltével, amikor a Blind Myself Lost in Time klipjét megcsináltam, elküldtem neki, de igazából semmiféle hátsó szándék nem volt emögött, csak elküldtem neki, hogy gondoltam, hogy kíváncsi lesz rá, mégiscsak egy hátán együttesnek a klipjéről van szó. És hát a legnagyobb meglepetésemre azt a választ adta egyből, hogy hát ez neki nagyon tetszik, és mennyiért csinálnék meg egy ilyet az Obituary-nak. Óriási. úgyhogy ez innentől már úgy jól alakult ez a dolog. Viszont ehhez képest, ez ugye volt 2008 végén, ehhez képest hát egy újabb, bő 5 évnek kellett eltelnie, hogy végül tényleg ez a dolog ez realizálódjon, de ez annak is volt köszönhető többek között, hogy az Obituary nem csinált új lemezt 2008 vagy 9-től egészen 14-ig, tehát a 14-es lemezről lett egy szám, amihez kitalálták ők a klippet, és végül ez lett a Violence című szám, és ehhez csináltam a klippet, ami 15-ben jött ki. Első körben elfogadták tőled azt, amit alkottál, vagy esetleg belenyúltak? Volt-e úgynevezett szép magyar szóval fogalmazva brief, tehát hogy kaptál mondjuk valami sorvezetőt, vagy teljes mértékben művészi szabadságot kaptál? Volt már példa rá, hogy magyar zenekarnak, sőt több ilyen példa is volt, vagy talán ez volt a jellemzőbb, hogy magyar zenekarnak úgy csinálhattam klippet, hogy teljesen szabad kezet kaptam. Na most itt egyáltalán nem erről volt szó, ugyanis én a legelején csináltam nekik egy 11-2 másodperces mintát az akkori új lemezük egyik számához, és az a minta az végül is olyan animációt, meg olyan formavilágot, vagy képi világot mutatott be, amit én találtam ki. És az mondjuk nagyon brutális volt, meg véres volt, tehát mondjuk alapvetően egy olyan képi világa volt annak a mintának, mint amit egyébként általában az ember ezekhez a death metal, meg nagyon extrém metal zenékhez elképzel, vagy ezektől megszokott, és aztán ők az én meglepetésemre álltak elő azzal az ötlettel, hogy ők egy ilyen aranyos kis, tulajdonképpen gyerekek által is fogyasztató klipet akarnak csinálni, ami hát valószínűleg majd számos rajongói meglepetést
vagy megörökönyödést is okoz, de ők mindenképpen ebbe a sztoriba akarnak beleállni, és egy ilyet akarnak. És aztán én mondjuk tényleg megvoltam ezen lepődve eleinte, de aztán, ahogy elkezdtük a melót, úgy beláttam, hogy ez tényleg jó ötlet. És aztán a nézettség, meg különböző sajtó visszhang azt igazolta, hogy ez tényleg egy jó ötlet volt a zenekar részéről. Az Obituary megrendelt tőled akkor egy cukiság kampányt egy videóklipben. Igen, mondhatjuk. Öltve mondhatjuk. Ezt hol tart most a klip nézettsége? Hát az első klip, tehát a Violence, 2 évvel ezelőtti Violence-nek a nézettsége, az YouTube-on másfél millió fölött tart, Facebookon meg ilyen majdnem 1 millió, és egyébként ezekről a számokról azért azt mondanám, hogy nyilván ezek nem olyan nagyon-nagyon nagy számok, hogyha a mainstream pop előadó klipjeit nézzük, klipjei nézettségét, de hogyha azt nézzük, hogy az Obituaryhoz hasonló extrém műfajban alkotó együttesek, zenekarok, akik egyébként ugyanígy világszerte ismertek, ők milyen nézettséget szoktak produkálni YouTube-on, akkor ahhoz képest viszont nagyon-nagyon jónak számít. Hát igen, ők még ugye nem ebből a korszakból jöttek, ahol ugye a YouTube-on keresztül ismeri meg az ember a zenekarokat. Kedvenc sztorim ezzel kapcsolatban az, amikor Billy Gould-dal, a Faith No More-nak a basszusgitárosával volt szerencsém találkozni a Soproni Volt Fesztiválos koncertjük előtt egy nappal. Egy nagyon kedves barátom cimborája ő, tehát meg volt a közös ismerettség, és ő meg ilyen városnéző típus, és mondta, hogy hát, hogy őt érdekel és Sopron, átjön, meg tudnánk-e neki mutatni, persze. És gyakorlatilag a soproni vasútállomáson, a kis kerekes bőröngyével, papucsba, strandnadrágba, pólóba úgy nyargalt át a fesztiválozó tömegen, hogy a kutya nem ismerte föl. Tehát valahol egyébként nyilván van annak előnye, hogy nem a YouTube generációhoz tartozik a te művészeted, hanem jóval előtte bukkantasz föl, de érdekes dolog ez egyébként. Magyar zenekarok szoktak-e téged megkeresni? Most pont egyébként ezekben a hónapokban folyik gyakorlatilag egy tárgyalás egy magyar együttessel, akiket most nem fogok megnevezni, mert ez a dolog ez még nem teljesen tisztázódott le, úgyhogy majd idővel talán majd le lesz okézva véglegesen részemről is, és akkor majd mit tudom én, majd lesz bejelentés, vagy egész egyszerűen csak kész lesz a klip, és akkor majd mindenki megláthatja. De akiknek most fogok, vagy illetve már el is kezdtem egy klipet csinálni, az viszont egy másik amerikai zenekar. Ők a Red Fang nevű ilyen portlandi, nagyon-nagyon jó, ilyen stoner rockszerű zenekar, és őket egyébként idén nyáron a Fishing on Orphy Fesztiválon is meg lehet nézni. És még talán azt fűzném hozzá, hogy ez a felkérés, ez a Relapse Records-tól érkezett szintén, és hát ugye a Relapse Records az Obituary-nak is a kiadója az elmúlt években, úgyhogy tulajdonképpen a kiadó a közös ebben a két zenekarban. Balázs, beszéljünk egy kicsit a Rock Marathon Fesztiválról, hiszen ott ugye az úgynevezett rockfater, ugye, aki a reklámarca ennek az egésznek, ő egy élő, valós személy, viszont te ugye rajzos formába öntötted őt, és hát erre van felépítve gyakorlatilag az egész fesztivál image-e, mint olyan, hát ugye ő 3 dimenzióban, ő megtapogatható, meg lehet vele nyilván pertut is inni a fesztiválon. Gondolom, azért nagy fogyasztó az öreg. Beszélj erről egy kicsit nekem, mert ugye nyilván ugye te pécsi vagy, azért azt mondjuk el, és ugye a Rock Marathon is Pécs mellől indult el, tehát nyilván itt azért a közös szálakat, illetve az átfedést azért föl lehet fedezni, az megvan, viszont hogy kerestek meg téged, hogy hello, kellene rajzolni nekünk? Tehát ezt kitalálták a klipek alapján, hogy ez jó lenne, vagy ez honnan jött? Hú, hát ez egy tulajdonképpen egy barátságnak is nevezhető, talán nem túlzás, azt mondom, hogy barátságnak nevezhető kapcsolat, ami hosszú éveken nyúlik vissza. Tehát, most így eszembe jutott közben, hogy a Hétköznapi Csalódások zenekarról én írtam egy könyvet, tulajdonképpen a zenekarnak és az akkori kiadójának a felkérésére 2005-ben, és ebben a kiadóban volt már benne a Varga Zoli, aki jelenleg a Rock Marathonnak a fő mindenese és fő szervezője, és hát a Rock Marathon, illetve a Rockfater úgy lett a maratonnak az emblematikus figurája, vagy kabala, majdnem azt mondtam, hogy állatkája, de kabala állata, igen. De talán ilyet sem túlzás kijelenteni egy ilyen rock'n'roll animal-lel kapcsolatban, mint amilyen maga a Rockfater.
Szóval az meg úgy volt, hogy én így saját szakállamra kezdtem el csinálni egy kis rajzfilmet a Rockfotelre, tehát fölvettem vele, bementem vele egy stúdióba, leültünk beszélgetni, és fölvettük, amiket mesél. És én a hanganyaghoz próbáltam összeállítani egy rajzfilmet, és ez azt hiszem, hogy nagyon megtetszett a Varga Zorinak, és akkor ő kitalálta, hogy akkor ilyen filmeket kéne csinálni a fesztiválnak. Tehát, hogy az idei Rockmaraton fesztiválhoz, hogyha jól sejtem, akkor azért már be van tározva egy-két geg. Hát az az igazság, hogy még nem kezdtük meg nagyon-nagyon komolyan a munkát ezzel kapcsolatban, de ha jól tudom, akkor egy film mindenképpen fog készülni idén is. Egy darab az egészhez. De hát gondolom azért szórólapok, molinók, egyebek, amire azért nem a tavalyi formátumban alkotod meg az öreget. Hát ezt a részét egyébként nem én intézem a fesztiválnak, a molinós, meg ilyen flyeres, webflyeres részét, ezt más grafikusok intézik, de egyébként alapvetően az eddig elkészült filmek látványvilága alapján. Legyen így. Balázs, köszönöm szépen. Aki egyébként a művészetedet meg szeretné csodálni, akkor az mindenképpen keresen rád a Facebookon, és azért azt mondjuk el, hogy a Hír24 hírportálon is megtalálhatóak. Ugye, ami mondjuk, most már 24.hu. Ami most már 24.hu, de nyilván akkor én még Hír24-ként ismertem meg. Tehát a 24.hu portálon is megtalálhatóak a te aktuális rajzaid, ugye reflekcióid a hétköznapi közéleti politikai történésekre, hogyha valaki erre is kíváncsi. És hát ugye keressék fel azért a honlapodat, mert én azt gondolom, hogy azért a te munkásságodban, ami ugye a Pesti Estből indult legalábbis a nagy közönség számára elérhető formában, azért ott még lehet böngészgetni gazdagon. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Minden jót. Szia-szia. Hello.